1991-es év első salakmotoros versenyének leszünk tanulni a Borsod építékvolán sporttelepén, a Népkerti salakpályán. Ezen a versenyen tulajdonképpen a fiatalok indulnak, lehetőségük lesz a fiataloknak arra, hogy az OB1-be jussanak fel. Persze ez a verseny még nem dönt el sok mindent. Az első 8 helyezett kerül majd tovább Szegedre, április 7-én lesz az ottani forduló, és tulajdonképpen ott fog eldőlni majd, hogy kik azok a motorversenyzők, akik az OB1-be, tehát az első osztályba motorozhatnak. Hogy egyáltalán mit kell tudnunk a motorokról, arról segítőmet kérdezem, Koszován Bertalan elég hosszú ideig motorozott, körülbelül 13 évig erősítette a Borsod építők volán motorosainak csapatát. Berci, hogy gondolsz vissza a régi versenyekre? Milyen érzéssel gondolsz vissza egy ilyen verseny után? Hát megmondom őszintén, jó érzéssel. Az a pár év, amit én is letudtam. Hát, voltak jobb évek, voltak rosszabbak. Milyen eredményeid voltak? Hát egyéniben talán másodosztályban, ami itt tulajdonképpen majd a kieső 8 fog majd harcolni a másodosztályban. Én ilyen bajnokságot nyertem. Az első osztályban negyedik voltam bajnokságban, több nemzetközi versenyen, VB-n szerepeltem. Első osztályú válogatott sportoló voltam. Hát úgy nagyjából, hogy mondjam, nem a legmagasabb szinten, egy olyan jó közepes mezőnynek. Volt néhány gondod is, említetted nekem, hogy néhány apró műtéten kellett átesned, ez a motorozással függött össze. Hát igen, sajnos ez vele járója ennek a sportnak, úgyhogy hát nekem is volt kulcsont, comb, bokatörés, hát több ilyen sérülés, műtöttek, plastikáztak, hát ez mondom vele járója, úgyhogy. Deci, mit kell tudnunk ezekről a motorokról, amelyen a fiúk most majd itt harcolnak? Hát ezek a motorok tulajdonképpen Java motorok, 500 köbcentisek metilalkohollal és kasztrollal üzemelnek. Hát sebességük általában pálya és áttétel függvényében van. Hát egyenesbe körülbelül eléri a 80-90 km, vagy a 100-at is. A fordulóban nyilván a keresztbe motorozás miatt csökken a sebessége, de azért megvan a tempó rendesen. Mivel lehet itt technikázni? Hát itten főleg, egyenlő esélyű versenyzőknél szinte 90%-os tart, de a jobb versenyzők nyilván pozícióznak, kívül belül próbálkoznak, és ha valaki hibázik, ugye azt ki is használják. Ha össze kellene hasonlítani, melyik izgalmasabb verseny, mondjuk egy első osztályú egyéni bajnokság, vagy egy ilyen válogatóval az OB1-be lehet feljutni? Mert nem akarok befolyásolni, véleményem szerint egy ilyen verseny mindig izgalmasabb, hiszen elég nagy a tét. Hát igen, elég nagy a tét, csak az a gond, hogy tulajdonképpen itt a második mezőny az, aki most motorozni fog, és ugye ebben még azért vannak elég sok rutintalan fiatalok tulajdonképpen. Mondjuk lehet, hogy többet szeretnének nyújtani, mint amit tudnak. Sajnos valamikor ez rosszul sül el. Na most az első osztályban viszont ott keményen megy ám a harc, úgyhogy az talán látványosabb. Szóval rutinosabbak a versenyzők. Ismered a miskolci fiúkat, Meliker Gábor, Bence Zsolt, Böszörményi Zsolt, nem is Bence Zsolt, de Bence Zsolt, jól mondtam, azt hittem, hogy tévedtem. Szerinted melyikük esélyes? Hát, ha azt a teljesítményt nyújtják, amit az edzésen produkálnak, én azt hiszem, hogy nem lesz gond a 8-ba jutásért. Hát bízunk abban, hogy sikeres lesz a verseny. Köszönöm a segítséged, és hát azt hiszem, hogy neked vannak egyéb feladataid a versenyzők közül körül. Jó munkát kívánok. És hát a kedved lesz egyszer még motorozni, szívesen eljövünk ide megnézni egy versenyen. Nagyon köszönöm. Hát talán azért nem ülök rá szívesen, mert így is fáj az embernek a szíved, ha rájönnek, akkor még rosszabb volna. Tehát az első utam egyes rajtszámmal Kovács Zsolt, Nyíregyháza 2-esre Stefán Attila, Nyíregyháza 3-assal Németh Róbert, Nyíregyháza és 4-essel Meliker Gábor a Borsodi Építőkorlátor versenyzője. És akkor egy kis eltolódás után indul az első futam.
Kovács és Melikher az élen, Melikher már is átvette a vezetést, a miskolci versenyző vezet. Nagyon szépen motorozik ez a fiú. Melikher vezeti a mezőnyt. Melikher, Kovács Zsolt, Stefán és Németh Róbert a sorrend. Az utolsó kör következik, Melikher vezet. És most már úgy tűnik, hogy a miskolci versenyző ezt a futamot nyeri. Első Melikher, Miskolc, második Kovács Zsolt, Nyíregyháza, harmadik Németh Róbert és negyedik Stefán Attila Nyíregyháza. A harmadik futamban 10-es rajtszámmal a miskolci Bence, 11-essel Molnár, 9-essel Magosi, 12-essel Gyuri Sál a rajthoz. Bencén kívül mindhárom versenyző a Tisza Volán színeiben indul. A 10-es rajtszámú Bence a belső pályán piros sisakban látható. Bizonytalankodás a rajtnál. A 11-es rajtszámú versenyzőt a szallag érintése miatt a vezetőbíró kizárta a versenyből, tehát Molnár a Tisza Volán versenyzője nem indulhat ebben a futamban, így háromra fogyatkozott ez a futam. Tehát a belső pályán figyeljük, mert... Bence vezeti a mezőn. Bence, Magosi követi. Bence biztosan vezet. Magosi egy kicsit kisodródik. Az utolsó kör jelezték be. Bence körülbelül 30 méteres előnnyel nyeri a versenyt, illetve ezt a futamot. Tehát első Bence, második Magosi, és harmadikként most motorozik be Gyuris. A negyedik futamban 15-essel Rót, 14-essel Lakatos, 16-ossal Szilágyi, és 13-assal sárga, illetve sárga fekete sisakban a miskolci Göszörményi Zsolt a rajtnál. Egy kicsit Göszörményit meglöpték, de nem történt különösebb gond. Böszörményi vezet.
Elő a Böszörményi, utána Szilágyi. Böszörményi Zsoltról mondják, és ez valószínű így is van, hogy ő az egyik biztos felkerül az első osztályba, tehát valószínű, hogy vele még sokat találkozunk majd. Az utolsó kör. Második, harmadik helyért folyik a harc Magatos és Szilágyi között. Böszörményi nyeri a futamot. Második Szilágyi, harmadik Lakatos és negyedik Rőt. Az ötödik futamban 13-assal piros sapkában Böszörményi Miskolci versenyző a rajtnál, egyessel kék sapkában Kovács Zsolt Nyíregyháza, fehérrel ötös rajtszámban Csobán szintén Nyíregyházi versenyző, és sárga sapkában a falán belül a 9-ös rajtszámban Magosi a Tiszavolán versenyzője. Tehát nem... Böszörményi az élen. Böszörményi vezet még, de a Nyíregyházia küldözik. Böszörményi hátra néz. Kovács Zsolt üldözi nagy romban Böszörményit. Zsolt figyel, hogy a nyíregyházi versenyző minden áron nyerni akar. Kicsit kisodródik, próbál kívülről, belülről támadni. Közben az egyik versenyző bukott, de nem történt semmi különösebb gond. Magosi a Tiszavolán versenyzője sodródott a falánknak. Piros zászlót kapnak a versenyzők. Megismételt ötödik futamot látjuk most. Az előző futamban a Tiszavolán versenyzője Magosi bukott, miatta kellett a futamot leállítani, így ő nem indulhatott. Hát ez rosszul indult, Böszörményi Zsoltot a 13-as rajtszámmal szallagérintés miatt a vezetőbíró kizárta a futamból. A szurkolóknak nem igazán tetszik Böszörményi kiállítása, de a vezetőbíró teljesen szabályosan zárta ki Böszörményi Zsoltot kettős szallagérintés miatt. A hatodik futamban piros színnel 14-es rajtszámmal Lakatos, kékfinnel 10-essel Bence, ő is korpú versenyző, fehérrel a Nyíregyházi Stefán, 2-es rajtszámmal, és 6-os rajtszám a sárga színnel Pap, a Tiszavé versenyzője a 6-os utamban. Bence átvette a vezetést. Motorhiba miatt kiállt Pap. Bence vezet. A Lakatos követi. Thank you.
Bence, Lakatos, Stefán a sorrend. Bence Zsolt úgy tűnik megszerzi a második három pontos győzelmet, utamgyőzelmet. És már a befutókör első Bence. A 12. futamban indulnak Böszörményi, Melikher és Bence, mindhárma miskolciak, és Stefáni László, nyíregyházai versenyző, piros sapkában 13-assal, Böszörményi kékkel, Melikher, fehérrel pedig Bence Zsolt. Böszörményi vezeti. A Böszörményi, Bence és Melikher a sorrend. Az utolsó kör. Első Böszörményi, a második Bence, a harmadik Melikher és a nyíregyházi Stefánia a negyedik helyen fut be. A 17-es futamban piros színnel, egyes rajtszámmal Kovács, kék színnel 8-assal Szabó, fehér színnel 15-ös rajtszámmal Rőt és sárga színnel 10-es rajtszámmal Bence a rajtvonalon. Bencének eddig 9 pontja van, nagyon kell a pont neki is, hogy benn maradjon az első 8-ba és tovább jusson a szegedi következő fordulóba. Itt valószínű, hogy Kovács és Bence párharc lesz. A nyíregyházi Kovács Zsoltnak 11 pontja van. Megy a helyezkedés. A nyíregyházi versenyző egy kicsit kicsúszott. Bence kívülről az első helyen. Hát Bence vezet. Bence, Rőt, Kovács és Szabó. Meglepetés, hogy a nyíregyházi Kovács Zsolt ilyen rosszul motorozik. Szép ez a futam, nagyon hajtanak a versenyzők. Bence körülbelül 20-25 méterrel vezet. Az utolsó kör, a sorrend változatlan, Bence, Rőt, Kovács és Szabó, és valószínűleg ez lesz a befutó is. Igen. Tehát Bence 3 pont, Rőt, Kovács és Szabó a sorrend. A 20. futamban piros színnel, 5-ös rajtszámmal Csobán kékkel, 14-es rajtszámmal Lakatos fehérrel, 11-essel Molnár, sárga színnel, 4-essel Melikher Gábor sárga sisakkal, sárga színnel az élen.
mögötte Csobán, Melikher vezet. Csobán üldözi, nem adja fel. 8 pontos Csobán, és ebben a pillanatban még Melikher vezet. Csobán belülről próbálkozik. Még Birja Gábor nagyon izgalmas, ott az első, második helyért nagy a harc. Továbbra is Melikher az élen. Az utolsó kör. Csobán belülről próbálkozik. Melikher jól zárja a szedet. Kisodródott ugyan, de Melikher, Csobán és Lakatos a sorrend. Ezzel tulajdonképpen a versenynek is vége. Örömhírrel szolgálhatok már előre, itt számolgattunk közben. Azt jelenti ez az örömhír, hogy mindhárom miskolci versenyző, tehát Melikher Gábor, Bence Zsolt és Böszörményi Zsolt is bejutottak az első 8 közé, tehát az első 8 között végeztek. Ez azt jelenti, hogy április 7-én Szegeden az újabb fordulóban dől majd el, hogy az OB 1-ben, tehát az első osztályban motorozhatnak-e.